Üdvözlök mindenki, srácok, kedve lányok, én Marki vagyok, és ebben a videóban egy nemrégiben történt tragédiáról fogok igazából mesélni egy kicsit, mert sokaknak kérdőjel ez a dolog, és van egy érdekes kis teóriája is ennek a sztorinak, amit nyilván most el fogok nektek mondani. Texasi AstroWorld Fesztivál rendezőinek egyre több súlyos kérdéssel kell szembenézniük, de hogy mi is történt, azt most a videóban elmondom. De lehet, hogy van olyan is, aki nem tudja, hogy ki az a Travis Scott, azoknak most adok egy kis ismertetőt. Travis Scott polgári nevén Vermont 2009-ben kezdte rapper karrierjét, és mára már olyan népszerűségre tett szert, hogy világszerte ismerik. Egyébként én is ismerem, hallottam már jó pár zenéjét, de azért rajongónak nem nevezném magam. Az amerikai rapper összetört a koncert után, viszont már ezelőtt is volt koncertje, ami nem sikerült túl fényesen. Látjátok, hogy már belépése volt túl sima, aztán a koncert közben szó szerint elszabadult a pokol. November 20. Texasban megrendezésre került az évek során megrendezett AstroWorld Fesztivál, ahol Travis Scottot visszaszámláló órák jelezték, hogy pontosan mikor is érkezik a színpadra. Mint ahogy látni, rengetegen voltak a koncerten, több ezer ember is, az igazság az, hogy nem volt elég biztonsági őr ahhoz, hogy megfékezzék a tragédiát. Az én véleményem szerint ez a fesztivál hibája volt, ugyanis szerintem túl sok embert engedtek be, túl sok jegyet adtak el, és nem tudták féken tartani ezt a hatalmas tömeget. A tömeg tombolt, jól érezte magát, de 9 óra 38 perckor egyszer csak elkezdtek összeesni az emberek rejtélyes módon. Ám hamar kiderült, hogy ez nem is volt olyan rejtélyes. Az embereket injekciókkal tudatmódosították, emiatt a tömegben hisztéria tört ki, és mindenki menekült onnan, ezért konkrétan összenyomták egymást az emberek, amely 8 ember halálához vezetett, és rengeteg sérült is akadt. Köztük egy 14 éves is elhunyt, bár nem értem, mit keresett egy ilyen koncerten egy gyerek. Sőt, amin ledöbbentem, hogy egy kisgyerek is részt vett a koncerten, hát nézzétek meg. De kérdem én, hogy miért? Koncert kezdete után 10 perccel az emberek jól hallhatóan segítségét kiáltanak. 20 perccel később a videók tanulsága szerint legalább 2 ember felmászott az emelvényre, ahol kétségbe esetten kérték az operatőrtől, értesíts a szervezőket, mert valaki haldoklik a nézőtéren. A lány kiabált hozzá. Először nem érdekelte vagy nem hallotta, én nem is tudom, de később tudatosult benne, hogy ez bizony nem játék. Később 9 óra 40 perckor Scott egy szám közepén kiszúrta, hogy valaki eszméletlenül fekszik a tömegben, és arra kérte a biztonságiakat, hogy sürgősen intézkedjenek. Ezt követően még fél óráig folytatódott a koncert, annak ellenére, hogy a tömeg már pár perccel esett után azt skandálta, hogy állítsák le a showt. Koncerten idáig 8 halálesetet jelentettek, és 17 embert szállítottak kórházba, akik közül 11-en szívromot kaptak. Konkrétan a koncertre ilyen mentő konvoj érkezett. Erről vágok is be most videót. Később egy mentő nagyon nehezen bejutott a sérülthöz, egyhez a sok közül, majd próbált kimenni a tömegből, elég nehezen. Egyébként észrevettem, hogy egy néző felmászott a mentőautó tetejére, és hát ott táncolt, vagy én nem is tudom, mit csinált. Na és itt jön a fura dolog, hogy sokból szerint a baleset meg volt rendezve, ugyanis a színpadon, ez most lehet kicsit furán fog hangzani, de többször is feltűnt az Illuminati jele, és Travis pólója is elég fura. Hát szerintem látjátok, hogy mire gondolok. Igen, ez egy kicsit furán hangzik, és lehet, hogy kamu az egész, de mi van, hogyha nem? Ekkor tömegben szerintem nem olyan nehéz elvegyülni. Ebben a rövid időben, kb. 3 nap alatt már születtek is az Illuminati teóriák, mellesleg szerintem mindenki tudja, hogy mi is az Illuminati, és nem kell elmondani. És itt jön még egy para dolog, mégpedig az, hogy pár nappal előtte jelent meg a menekülési terv száma, amely szintén egy para egybeesés. De én még ezt mindig nem állítom se igaznak, se kamunak, döntsétek el ti kommentben, hogy mit gondoltok erről? Szívesen várom a kommenteket, nyugalom, el fogom olvasni. Egyébként az AstroWorld borító képén középen feltűnik egy 3 szög, és persze a jellegzetes szemek is, amik ugye ott láthatóak a kezekben. Szóval ez is egy furcsa utalás lehet a teóriára. Travis Scott végül is a sztoriában mondta, hogy sajnálja az egészet, és hogy kifizeti a temetés mindenkinek, ami szerintem egy egész jó cselekedett tőle. Szerintem az Illuminati dolog csak egy teória, és nem volt itt semmi összeesküvés elmélet, csupán rosszul lett megrendezve az egész koncert, és nem figyeltek eléggé a biztonságra. Még így a végére nyugodjanak békében az elhunytak, és köszönöm a figyelmet, én Marki voltam, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!